A Vidor Fesztivál élményei és az iskola kezdés lázas, izgalmas pillanatai valahogy összefonódnak itt Nyíregyházán, hiszen sokan ugye, amikor a belvárosba jönnek, mennek, akkor útba ejtenek egy-egy papírírószer boltot is, hogy az iskola kezdéshez minden egy helyen legyen. Hát mi most átalakultunk itt egy ilyen kis papírírószerré, és megmutatjuk, hogy mik is az aktuális trendek. Hát nem is tudom, a bőség zavara már itt is egy perc alatt érződik, de úgy gondolom, hogy az írószerbe belépve sokkal nagyobb a kínálat. Különböző színeket, formákat hozott nekünk kedves István. Mik a legnagyobb trendek? Színben, formában, mintázatban, egyáltalán kell-e a divatot követni, hogyha az ember iskolatáskát szeretne a csemetéjének? Hát, hogy kellett követni, ezt a csemete fogja eldönteni. Ha ő úgy dönt, hogy követni kell, akkor a szülők általában követik. Nem tudok most olyan trendet felsorolni, ami annyira átütő lenne, mint néhány évvel ezelőtt a Walt Disney figurákból, vagy a tini sztárokból. Most ilyen nincs. Viszont a szép táskák, a mutatós táskák, azok most is kellendőek. Ugye a fiúknál a sport témájúak, elsősorban a lányoknál pedig ugye a kisállatkák, pillangók, lovacskák, ami az ő lelki világukhoz közelebb áll, általában ezek. Ugye vannak ezek a bosszúálló, meg hasonló minták, de úgy látjuk, hogy annyira nem tüzeli fel, mint néhány évvel ezelőtt az ifjúságot. Sok szülő azért abban gondolkodik, hogyha valóban jó táskát vesz, amelyel a gyermekének a testi épségét is óvja, hiszen ugye nem mindegy, hogy ezek ergonómiailag mennyire vannak kitalálva, megkomponálva, akkor azért egy pár évre kiszolgálják a gyereket. Éppen ezért úgy gondolom, hogy sokan mondjuk nem választanak mintát, mert hát ez a gyerek az elég hamar kamasz lesz, és akkor már nem örül egy pillangós táskának, tehát inkább a letisztult formák, illetve színek dominálnak, meg hát azért a középiskolásoknak is kellenek ezek a zsákok, hátizsákok, mert ugye akkor is, sőt, akkor talán a legnehezebbek a táskák. Igen, tehát valóban így igaz, hogy a mesefigurás minták azok már nem fogynak olyan jól, vagy nem olyan kapósak. A sporttémájúak azok igen, meg a szép színes mutatós táskák, tehát amik szépen néznek ki, és arra jobban odafigyelnek már a szülők is, hogy annak a táskának milyen a hátkiképzése, milyen a válpántja, hogy lehet azt állítani, mert ugye egy elsős egy év alatt nagyon sokat tud nőni, két év alatt meg rengeteget, az új táskáknál már lehet állítani a válpántok magasságát, hogy ne a feje felett vagy lenne a fenekénél legyen a táska, és ezeket a szülők figyelembe is veszik a választásnál. Ugye vannak olyanok, amit húzni lehet, görgős, és most az jutott eszembe, hogy az én gyerekkoromban még ugye diplomata táskába hordtuk a könyveinket, de azért valaki most is oldaltáskát választ, úgyhogy nem feltétlenül csak a hátizsákokról kell beszélni, hiszen különböző táskák állnak a rendelkezésünkre. Igen, a nagyobbak nál azért megoszlik, tehát vannak, akik oldaltáskát szeretnek hordani, főleg a lányok, az neki kicsit nőiesebb. A fiúk jobban szeretik a hátizsákot, mert szabad a kezük, és el van a hátukon a kis. És abban mindent be lehet tenni, és legfeljebb a szülő majd ugye pénteken vagy szombaton szembesül vele, hogy még a hétfői szendvics is ott van valahol a táska alján. Ez egy nagyon különleges táska, István, hogyha jól tudom, akkor ez kettő az egyben? Igen. Vagy igen. Akár három az egyben? Ez kettő az egyben, le lehet szépzárolni arról egy pici táskát, aminek ugyanúgy van a hátizsák jellege, válpántja, szét lehet szedni. Szuper. És ugye, hogyha egy heti cuccot bevisznek az iskolába. Van néhány iskola, alul kell, ahol nem kell, voilà. Igen, nem kell hazahozni minden nap az összes cuccot, és akkor a kis táskába elég a napi fontosabb dolgokat hazahozni, vagy a zsuzsonnát visszavinni, ezt pedig ez csak hétfőn és pénteken kell cipelni. Akkor össze lehet bántolni. Na, egy kicsit azért beszéljünk a tolltartókról is, mert ugye hát arra is szükség van, és azért én is a három gyerekem mellett végigéltem az emeletes tolltartóból, hogyan jutunk el az elég egy toll és egy ceruza pici tolltartóig. Úgy látom, hogy azért itt is van újdonság a nap alatt. Igen, tehát a gyerekek
szeretnek gyorsan összepakolni, ennek az a következménye, hogy nem igazán szeretik rendszerezni, meg dudosgatni a gumi alá a ceruzákat, hogy fixen legyenek, ezért a bedobálós toltartóknak az ideje az eljött, és ugye hát ezek azok, amik egy nagy tartály, és abban mindenféle dolgot elnyel, ami az írószerekhez kell. Most a legújabbaknak van egy kis tetejük, ahol gumipánt van, és hát oda ki lehet tenni mégis a legszükségesebb, legfontosabb írószereket. Pénzt, orvosi igazolást, így van, ilyesmit bele lehet rakni. Különböző dolgot. Na hát akkor toltartók arzenálja, tehát van mindenféle, de úgy látom, hogy egy műanyag doboz is itt van az asztalon, és az ugye nem toltartó. Nem, ez egy uzsonnász doboz, ami nagyon egyszerűen záródik, a tetején elforgatva a zárszerkezetet. Igen, és ebbe többféle uzsonnát vagy élelmet lehet belepakolni, akár olyanokat is, amik nem csak szendvics, hanem saláta, vagy más hasonló jellegű dolog. És igen, könnyen tisztítható. Nagyon sokan ugye nem étkeznek már az iskolába, tehát végül is nincs már kötelező étkezés, ugye a szülő, illetve a gyerek igényeinek megfelelően dönthet arról, hogy akár hozza a 10 óraiát, uzsonnáját, sőt az ebédjét is, és a legtöbb iskolában már ugye arra is van lehetőség, hogy ezt akár meg is melegítse, tehát akár ilyesmit is meg lehet vásárolni. Vannak nagyon különleges kérések vagy igények? Tehát valaki megy úgy, hogy olyan dolgot keres mondjuk önöknél, amire önök nem is gondoltak, hogy akár azt is lehetne forgalmazni. Hát igen, néha előfordulnak olyanok, amik standard választékunkban nem szerepelnek. Egy időben nagyon nagy sláger volt a rajztartó doboz, amikor a rajzeszközöket a padba valamiben. Ez most újabban nem. De akkor, amikor ez kezdett ott, akkor meglepődtünk rajta, de megoldottuk végül is, találtunk olyan dobozokat, amiket lehetett ilyen célra használni. Akkor már csak egy kérdés, nyugtassuk meg a nézőket, akinek még nem sikerült beszerezni, azért ugye nyugodtan mehet, mert van még bőven kínálat. Igen, tehát kínálati piac van, és lehet vásárolni, lehet még árut találni. Köszönjük szépen. Szívesen. Nos, hát kedves nézők, akkor lehet vadászgatni, ugye akár egy papírírószerbe, és a vadászoknak pedig nyilvánvalóan Magyarország gyönyörű erdein, rétjein. Az elmúlt hétvégén Baktalórendházán találkoztak a vadászok, stábunk is itt járt. Nézzük meg, hogy hogyan ünnepeltek.